Hinni kell. Hit nélkül semmihez sem szabad kezdeni, mondta dr. Bakonyi Károly, a tavaly elhunyt neves szőlőnemesítő. A cserszegi fűszeres atya tiszteletére rendeztek emléknapot Károly napon, Cserszeg Tomajon, azon a településen, ahol a Keszthelyi Egyetem kísérleti telepén megszületett az Irsai Olivér és a Tramini keresztezéséből. Ez a fagytűrő fajta jó 50 évvel ezelőtt. A fűszeres zamatú, illatos bor legkiválóbbjai napjainkban nem csak a Balaton mellől, hanem többségében az Alföldről származnak. Az urbanizált világ minden szegletében ismerik Cserszeg Tomaj nevét, hiszen a cserszegi fűszeres szőlőfajtán keresztül az ebből készült bor által 1998 óta mindenképpen, amikor is a világba berobbant és világ elsőként angol száz területeken megjelent és elfogadásra került. Úgyhogy hát hálával tartozunk annak, aki ezt megalkotta. A megemlékezésre jelen volt dr. Bakonyi Károly lánya is, aki azon munkálkodik, hogy tovább vigye édesapja szellemi örökségét. Ennek első lépéseként december 22-én dr. Bakonyi Károly születésének 90. évfordulóján emléktáblát avatnak majd annak a Keszthelyi háznak a falán, ahol évtizedekig lakott. A későbbi tervek között pedig szerepel egy mellszobor felállítása és egy emlékszoba létesítése is. Cserszeg Tomajon pedig a közeljövőben egy utca is őrzi majd a szőlőnemesítő nevét. 89 évig élt, nagyon sok bölcs mondása volt, amit hát nehéz ugye összefoglalni, de a halála óta, amire visszaemlékszem, nagyon sok olyan van, ami minden, amit ő szeretett volna, az minden úgy van, ahogy nagyon mindent elrendezett saját maga körül, és mindig azt mondta, hogy hit nélkül nem lehet élni, és ő mindig hitt mindenbe, ami a ő körülete volt, a családjába, az édesanyjába, édesapjába és a szakmájába, amit nagyon szeretett. A cserszegi fűszeres elterjedt az országban. A zamatos, illatos bor közkedvelt is. Tökéletes volt az elnevezés. Valóban ez egy fűszeres bor, és kedvelt lett. Na most természetesen a borásznak nagy szerepe van a bor minőségében, de azért a Karcsi bácsi mindig arra figyelmeztette a borászokat. Két kézzel ne verjétek a melleteket, mert ti akkor dolgoztok jól, ha nem rontjátok el azt, amit a természet és az Isten adott. A cserszegi fűszeres neve ellenére nem ezen a vidéken terjedt el igazán. Legnagyobb termőterülete az Alföldön van. Soltvadkerten rendezik meg évről évre az országos cserszegi fűszeres borversenyt. Most itt Cserszeg Tomajon, cserszegi fűszeres hazájába, a szülő hazájába vagyunk. Én nagy örömmel mondhatom, hogy Soltvadkert a cserszegi fűszeres fővárosa. Azért, mert a cserszegi fűszeres Soltvadkerten talált igazi hazára. Az ottani talaj és egyéb viszonyok nagyon jó helyet biztosítottak a cserszegi fűszeresnek. Valószínű azért került oda Soltvadkertre ilyen volumenben, mert nagyon jó a fagytűrő képessége, magas művelésben is jó termeszthető, és hát ott nálunk az alföldi síkságon nagyon jó érzi magát, és nagyon jó gépesíthető is. Az idei soltvadkerti cserszegi fűszeres a várakozások és az eddigi tapasztalatok alapján igen jó évjáratú lesz. Többet is kínálnak majd ebből a borból, mint tavaly. Az országos borversenyeken a Friedman borászat évek óta díjakat nyert cserszegi fűszeres boraival. A cserszegi fűszeres a borház harmadik legkeresettebb terméke. Az idejében kicsit többet dolgoztunk fel, mint korábban, számítva a cserszegi fűszeres ismertségére, keresettségére, az évjárat jó tulajdonságai figyelembe véve egy kis fogyasztás növekedésre számítunk, ha ezt természetesen a gazdasági helyzet is lehetővé tudja tenni. A fogyasztók meg tudják vásárolni a borainkat, mások borait, akkor várható lesz egy kis emelkedés ebben a szegmensben. A Bakonyi Károly emléknapon a balatoni borbarát hölgyek is megemlékeztek és műsort is adtak. A tavaly elhunyt szőlőnemesítő úgy emlegette őket: a szívem csücskei. Csak a jó mellé állt. Nekünk is az volt a feladatunk, hogy közösen fogjunk össze és segítsük a minőségi magyar borokat, természetesen leginkább az alai borok, a minőségfajták, és hát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az első pillanattól fogva azt mondta, hogy ez a hölgy koszorú, ez való igaz, hogy a szíve csücskei.
És ez akkora erőt adott az egyesületünknek, a társaságunknak, hogy mi büszkén és boldogan vállaltuk a környékbe, bárhol, ahova meghívást kapunk, hogy elmenjünk. Cserszeg Tomajon, a dr. Bakonyi Károly emléknapon a Davibere borlovagrend pohárnoka, Német Csaba mondott pohárköszöntőt, egy olyan zalai mondást idézett, mellyel a cserszegi fűszeres atya zárta Hajdanán beszédeit, köszöntőit. Tüke termet, bora neve, dicsértessék az Úr neve. Egészségetekre, Karcsi bátyám egészségére.